egyszer, végig még. Akkor ma délelőtt Izaurával találkozhattál volna, és bizony nem voltunk kevesen, akik hóban utácsolva kísértük sétáján Lucéliát. Először divat ruhamustra volt a Fontánában. Majd nagydíjas csomagolásban, száz kerámiában, Kélia D. szépségfastrom és egy forró teja a stúdióban a további séta előtt. A művésznőt biztonsági emberek és a népszerűség kísérte. Igaz, nem jöhetett mindenki el ma este a Budapest sportcsarnokba, aki szeretett volna. Hiszen az időjárás sajnos közbeszólt. Ám Izaura, azaz Mária Lucélia Dos Santos jött, látott és győzött. Egy csapásra meghódította a pesti közösséget.